Szevasztok srácok, Dark vagyok, visszajöttem egy újabb videóval. Ezúttal egy replay videót fogunk megnézni, méghozzá egy IS4-esről. Ezt a csatát ezt én mentem. Ami az apropója, hogy megmutassam nektek, az igazából az, hogy 10 darab kill született benne. Nem ritkaság, hogy 10 kill-el le tudtok hozni egy meccset, vagyis hogy az IS4-el inkább úgy mondom, hogy 10 kill-t összeszedtek egy meccsbe. Persze kell ez a jó helyezkedés is kell, úgymond az ellenfeleknek a idézőjelben a butasága, hogy úgy jöjjenek ki elétek, vagy úgy mozogjanak a pályán, hogy ti könnyen el tudjátok őket lőni. Ez a meccs is egy ilyen kis mozgalmas meccs lesz, sok killel, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Mit tudni kell az IS4-ről, inkább most mondom az idézőjelben hibáira hívom fel a figyelmeteket. Viszonylag nehéz belőni, azért elég jól lehet vele pattogtatni. Amit nagyon nem szeret az IS4, az a páncélzatából kiindulva, hogyha megnézitek, ha szembeálltok egy tankkal, akkor a cső mellett van egy 50 mm-es, egy kis armor, így körbe. Igazából ennek is ez az oldala, ahol itt az egére mutatom nektek, itt a géppuska, világ ott a géppuska. Tehát az a lényeg, amikor szembeálltok valakivel, akkor a bal oldala, a csőnek a bal oldala. Tehát, hogyha szembeálltok valakivel, elővitek magatokat, akkor egy picit fordítsatok balra a tornyot, ezáltal azt a úgymond vastagabb részt, ezt a vastagabb részt nehezebben tudja ellőni. A túloldalon ugye eléggé kicsi ez a vékony, ez a lemez itt, amit, hogy a lőszer pontbe menjen, inkább ezt a felét szokták ellőni, az ügyesebbek. Kevesebb ember lő szerintem a cső mellé. Én amit szoktam ezzel a tankkal csinálni, vagy ahogy én ezt a tankot kiszoktam lőni, általában az oroszokra ez jellemző, a HL lőszerrel, hogyha meglövitek a torony tetejét. Ezen a részen be fog menni a HR lőszernek a repeszébe, mennek és elintéznek mindenkit a tankba, lényegében egy lövésre ki tudtok bárkit lőni. Hogyha valaki nem tudná, valaki ilyen kezdőbb, akkor igazából a HR lőszer, amiről én beszélek, az ez a lőszer lesz. Az OF-471 speciál az IS4-nél, ez a High Explosive Shells. Ezzel szépen meglövítek a tetejét, hiába csak 42 mm-t vissza repeszek, azok be fognak hatolni és a legénységet meg fogják semmisíteni. Valamint még egy pont, amit így igazából, hogy a szemből lőnek titeket, amit szoktak lőni, az semmi más, nem más, mint a pilóta fölke. Tehát ezt gyönyörűen lehet látni pont az előző videómban, hogyha megnézitek, a 10-es feles Tigrissel megyek, talán az utolsó csata, amikor a Poland mappen játszunk a srácokkal, ott a templom környékén jön egy IS4-es, csodálatosan éppen belövöm pilóta fülkén, egyszerűen nem tud mit kezdeni vele, meg fog halni. Tehát mondom, pilóta fülkére figyeljetek, itt a cső mellett figyeljetek, és a tetejét be lehet lőni HL-vel, de igazából ez igaz a többi oroszra is, hogyha tornyozik nagyon, akkor HL-vel meg kell pattintani a tetejét, az be fog menni és el fogja intézni a tankot. Ettől függetlenül remek páncizattal rendelkezik, nagyon jól lehet vele pattingatni, ezekre a helyekre kell figyelni, ezek a kardinális pontok. Nos srácok, meg is jöttem, akkor Berlin mappen mutatom meg nektek az IS4-es replayemet, hogy én mit tudtam vele lehozni. A pályának én speciál a C pontját szeretem igazából. Ez az a pont, amit én úgy kedvelek rajta, ahova én először menni szoktam. Most is errefele tartok, amit látjátok, vannak csapattársaim is, akik ugyanígy gondolkodnak, úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy C pont az most viszonylag jól meg lesz támogatva. Hát innentől kezdve már csak ügyesen kell játszanunk, és akkor frankon le tudjuk hozni a meccset. A srácok nem feltétlenül nagy tankok, de ott van az IS2 mod 44, ugyanazzal a lőszerrel lő, amivel én például, ugyanazzal a D-s lőszerrel lő. Tiger 2H-val is lehet jól pattogtatni ezek kifele a tankokat. Elő már látjátok, szóval ez a T-54-es. Aki azért el vagyunk itt látva tűzerővel rendesen, ezzel nagyon nagy gond nem lesz. Nos, ramboljunk is akkor befele. Lassan elkezdődik a csata, addig gyönyörűen ilyen kis tájképeket nézzünk meg Berlinről, hogy fú, de jó az a város, de szépen le van rombolva, de minket nem ez fog érdekelni, hanem igazából a tankok, akik jelenleg ugye szembe jönnek. Én lassan le is fogok térni oldalra, lassan meg is kezdem majd a helyezkedést. A srácok egy kicsit tovább mennek, teljesen jó az így, keresztezzük egymást, mindenki rálát mindenféle sarokra, ez a lényeg, hogy minél több helyre odalássunk egyszerre, hogy tudjuk fedezni egymást, hogy olyan jól kijöjjünk a buliból. Nos! Lassan meg is érkezünk a csatába, látjátok az IS2-es itt keresztezett, a T-54-es is itt áll bent, tehát én úgy mondom, hogy bal oldalról már viszonylag fedezve vagyok, a BH-s ez még mindig itt van a jobbomon, megyünk befele, látjuk, hogy a C-pontra már elkezdtek megjönni a tankok, ez a BH-s amúgy ez nagyon jól csinálja, mert rám, hogy figyelni kell, ő fog engem megvédeni, meg is látom az enemiket, megállok, hogy hopp, gyorsan valakit kiszedek,
BH stílus eltűnt, nem láttam rá, de ott van egy másik BH stílus, gyönyörűen oldalt van nekünk toronnyal, ilyesminek nem kell több, egy lövés kell, látjátok a jobb alsó sorokban gyönyörűen mutatta, és belőttem, és lényegében mindenkit kiszórtam a tankból, ővel is búcsúzott, majd gyere vissza holnap, neked ez a parti ennyi volt, közben egy IS-4-es lepattant rólam, és a BH-s meg gyönyörűen egyre el is küldte őt, tehát ő effektíven most itt megvédett engem, nagyon ügyes, hogy BH-sra így lényegében oldalba lőtte, de ettől függetlenül engem megvédett, az volt a lényeg, hogy tudta lőni. Nos, nézelődünk is tovább, azt láttam, hogy jobbról próbál minket egy T-54-es bekeríteni, és itt ennek nagyon nem örülök, hogy itt a BH-s típus elmegy velem, nekem keresztbe, örültem volna, hogyha itt marad velem, és segít igazából kilőni őt. Tét mennyi, és lepattant rólam, meg be voltam szögelve, nem látott rá a pilóta fülkémre, vagy nem tudta, hogy hova kell igazából lőni. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt megúsztuk. Próbálok cső mellé lőni neki, pontosan oda, mert ez egy 47-es, tényleg 47, ennek is a csőnek a két oldalára kéne lőni, ott a tornyot lőni, ott be lehet igazából őt lőni. Sajnos egy pár centivel arra ment a lövésem, ez nem úgy jött össze, hogy én szerettem volna. Ő visszalőtt, leláncolt, jött is volna, mögém került volna meg, hogy kivégezzen, de megint mánkon volt, jött egy T-54 és ő mögötte, egy lövés elintézte, én itt a játékban nyomtam is neki egy thank you-t, mert azért megint meg lett mentve a életem, mert kezdve folytatom a csatát, eddig egy darab killünk van, azt a BH-st vittük ugye el vansútra, minden pont az övék, azt fontos kiemelni. Mondhatnánk azt, hogy most egy kicsit vesztésre állunk, de a partinak még nincsen vége, nem adjuk fel, megyünk tovább előre, harcolunk. Jó az a tank arra, hogy menjünk előre, és itt a pályának a színén le lehet állni egy ilyen gödörbe, én azt szoktam favorizálni, mert onnan elég jókat lehet lövöldözni, és aki nem tudja, hogy HL-vel kell belőni az IS-4-nek a torony tetejét, akkor az lövöldözni fog minket, nem nagyon fog tudni bevinni, mert ott eléggé jól takarva van a tankunk. C-re már be is mentünk, tehát azt mondjuk már itt megpróbáljuk megfogni. Más is úgy gondolja, hogy erre jön, hát most egy Ferdinandnak mi esély lenne egy IS-4-es sembe? Sajnos semmi, Ferdinand ott lőttem be, ahol be kell lőni, kettő kill, lánzta felett 80 mm-et fog mutatni. Ha megnézitek a garázsba a páncélzata, ott kell be, bármilyen tankkal lövitek, ott fog bemenni, ott van mögött egy üzemanyag tartály, lényegében instant fel is fog robbanni, és láttátok is gyönyörűen felrobbant. Ő is ebből a partiból eddig elbúcsúzott ezzel a tankkal, majd jöhet vissza szépen egy másikkal a spore-ról. C pontot közben visszahúztuk. És hogy lehúztuk, húzzuk éppen befele. Azt mondom, hogy a C pont az már szépen majd a milyenki lesz. Ha a társunk is úgy gondolja, hogy megpróbálja behúzni, én ez a mérés, amiről beszéltem, jövök már előre. Hopp, megláttam egy T-44-et, aki próbált egy kicsit mozogni, hogy majd szépen rám lő, szerintem nem volt ágyi sűrítése. Hát ő ezt most itt megbánta, hogy próbál mozgolódni, én inkább elbújtam volna, bár szerintem akkor is kiszedtem volna, hason meglőttem volna, ő elment volna. Szerencsére az oldalát tudtam lőni. Instant meghalt, tehát nincs ez a páncél, ami ezt a IS-4-es lövedéket oldalról megfogja ilyen szögbe. Neki innentől kezdve kakukkoltak, el is ment. Na, rám jött közben egy másik fajtás, már egy T-54-es. És most a lőszerválasztás itt fontos, de nem a HL lőszer van betöltve, ha az lett volna betöltve, akkor tornyon patítottam volna, és szerintem ő is így elbúcsúzott volna ebből a csatából. Ami nem ez volt betöltve, ezért inkább nem lőttem rá, gondoltam, hogy tartalékolom a lőszeremet, hát ha lesz egy jobb pozíció, jobb helyzet, vagy egy másik tank, kire tudom használni. Hát meg is jött ez a másik tank, közben észrevettem itt magam mellett, és reménykedem benne, hogy jobbról a T-54 nem fog bántani, ez egy EP, srácok, egy lövés az oldalába, oldalról nincs mentségi oldalról, tehát nem mentem őket semmi ilyesmi, és szemben 4 killnél járunk, és mindig itt nem vagyunk abban a kis gödörben, amit én annyira szeretek ezen a pályán, és megint a következő paciens, csak úgy rohannak befele a tankok, nem nézik, hogy társaikat honnan, hogyan lőhették ki, tehát ezt ő sem nézte, így most sajnos azt kell mondjam, hogy ezt ő is meg fogja bánni, csak arra várok, hogy betöltsek, be is töltöttem, ő is megkapta oldalról, 5 kill, lényegében mondjuk azt, hogy mondjuk 5 lövésből 5 kill, elég jól lehet lepattingatni, látjátok oldalról. Ami ön kérdez az IS-4-es, ez a kaliber, ez az űrméret, ez csapintja kifele őket, hogy nem győznek villázni. T-54-es még itt van, most egy kicsit rámegyünk. A lőszer még mindig nem az, ami kéne, de ő megteszi nekünk azt a szívességet, hogy a tornyát befordít oldalra, srácok. Innentől kezdve, mint említettem, oldalról nem tudnak, nem védi meg őket semmi. Az IS-4-től ezt is gyönyörűen bevittük. Már 6 kilnél járunk, és lényegében a part még csak most kezdődött, közben befoglaltuk már a másik pontot is. Elég jól haladunk afelé, hogy a pontok a miénk legyenek. Már egy srác ott van az ármához, közben húzzuk azt is. Egy akvanter szembe.
Nem nagyon kell célozni, meg kell lőni szemből az oldalát, ott van a lőszer, amit látjátok, be is robbant, ő meg is halt, 7-es darab killnél járunk. Ez eddig azt kell mondjam, hogy nem kell szégyenkeznünk 7 darab killel, de még nincs vége a partinak. Megint vannak ketten velünk szembe, azért az a pont, mert innen spawnról jönnek itt ezen a ponton, és itt elég jól meglelődnek ezt fogni, egy IS-2, idézővel mondom azt, hogy szinte be se kell céloznom, belövök neki igazából a cső alá, a toronygyűrűnél bevittem, mint a muszáj lett volna, 8 kill, az IS-2 is elbúcsúzott, jöhet a spawnról, tehát lényegében már nem engedjük őket ide a cap pontokhoz, nem tudnak cappelni, nem tudnak foglalni, mi befoglaljuk a következő pontot is, már megfordítottuk a csatát, 3 pont az övék volt, most már 3 pont a miénk, tehát igazából mondjuk nulláról visszahoztuk a csatát, eddig jó a csapat, eddig jól működünk együtt, mindenki tudja a dolgát, próbálom azt az IS-2-t ott megzargatni, egy kicsit hátra álltam a tornyát, ugye oldalról simán bevisszük, nem kell itt nagyon gondolkodni, csak meg kell lőni. Ügyes, tudja, hogy itt vagyunk, nem is akar úgy mozogni, hogy minket kilőjön, közben körül nézegetünk, hát, ha jön valaki, de kitolat elénk, ezt sose csináljátok srácok meg, kitolat elénk, kiteszi a farát elénk, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy belelőjek egyet, hát instant nem halt meg, de azért kigyulladt, egy oltással már kevesebb, majd nézzük, hogy még egyszer sikerül esetleg kigyújtani, mert örülnénk, hogyha mondjuk harmadszor is kigyújtjuk, akkor ma instant le fog égni, már nem mentünk semmi alától, ő most még csak kigyulladt. De szerencsére vannak a pályán csapattársak, úgyhogy ő is el lett lőve. Segítettem abban, szerintem le, ott megállt egy kis oltani, megállt egy helyben a csapattársam, ő is csapta, mint ahogy ezt illik. Azzal nincsen semmi gond. 8 killnél járunk. Behozunk egy bombázót. Reménykedünk benne, hogy nem jön senki föl ránk repülni. De a földön vannak légvédelmik. Nos, hogyha valaki nagyon ügyes a légvédelmében, akkor azért az pikpak le tud téged szedni az égről, minket az égről. Most azt kell mondjam, hogy oké, lődözzetek, próbálok kitérő manővereket, hogy ne az legyen, hogy egy irányba céloznak, és akkor könnyű legyen engem kilőni, próbálok itt össze-vissza húzogatni a gépet, és elkezdjük szépen szórni a bombákat. Nincs belőle túl sok, de ami van, az repül, látjátok, gyönyörűen elrepül, és mindenki itt áll hátul, már beálltak igazából a spawn és a pontok közé kempelni, mert nem tudnak más tenni. Hát. Itt megint kidobtunk egy párat srácok, újabb 2 tankot kidobtunk, tehát megvan az a 10 küldünk, amit a felvezetőben meséltem. Innentől kezdve már instant, meg semmilyen kill nem tudunk szerezni, de ettől függetlenül még a csatának nincsen vége. Megyünk tovább előre. Van belünk egy társunk is itt bal oldal, tehát ő azért tudja fedezni minket egy kicsit, hogyha ránk azonnal lőnének. Meglátok egy aktágyert, rá is lövök. Az, hogy ő most miért nem ment el, vagy miért mutatott ugyan pirosat az indikátor, nem igazán értem, tehát azért ő neki egy aktágyert oldalról illet volna egyedülésre elvinnem, de még azt sem mondta, hogy hit lehet, hogy pont belőlöttem, hogy egy fal darabba vagy egy földbe elakadt a lőszerem, ezt igazából nem tudom úgy megmondani. Hát megmenekült, maradjunk annyival. Tovább célzom a JT-t, mert azért őt még mindig ki tudnánk lőni. Meg is lövöm oldalról, csodálatosan, de amit várnék, hogy egy lövésre elmenjen, az nem történt meg. Innentől kezdve maradt az, hogy kigyújtottam. Még kénytelen oltani, megállni egy helyben, hát a más valaki rálát, és akkor ki tudjuk lőni. Egy lövésre, innentől kezdve már átadom a terepet a srácoknak, én már nem látok rá. Megyek tovább, nézek tovább a spawn kijárat fele. Hát azért vannak még egy páran, IS-3, Virbelin. Hát az IS-3 az meg is talált magának. Kaptam egy embereset. Aminek az lesz a következménye, hogy szépen tolatok fedezékbe és elkezdek szerelni, mert mint látjátok a balású sarokba, azért most már egy páran megsebesülhetek a toronyba, és a toronyforgató mechanikának is azért lett baja. Semmi gond, megszerelünk, addig a srácok hozzák tovább a partit. Mint látjátok, már előttem vannak, már a másik társunk kerüli a spawnt. Annyira megosztjuk most a figyelmüket, hogy innentől kezdve ők ezt a partit, de már ez is tudták volna lehozni, de innentől kezdve így megvan osztva a figyelmük, innentől kezdve meg már abszolút nem tudnak arra koncentrálni, hogy nyomuljanak előre, csak védekezni, és próbálnak meg ők is együtt összeszedni, hát valakit tudnak lőni. Hát mi is erre játszunk, kihasználjuk a figyelem megosztásokat, próbáljuk lőni a srácokat, és lőttem volna rá, tankra adni, azt kilőtték, mire odaértem. Most H lőszer volt betöltve, mert az IS-3-ra mentem volna, H lőszerrel pattintottam fenéken azt a T-44-et. Hát a repeszek jelen pillanatban csak kigyújtották, de azt kell mondjam, hogy ő sem élt már sokáig, vagy ott vannak a társaink elől, innentől kezdve őt is már kiszórták. Látok egy U-37-et, egy kis gépágyút, mert azért egy gépágyúval is ki lehet onnan szórni. Sajnos ez nem nekem jött össze.
ez a kill nem az enyém lesz, mint tudjuk, hogy már nem is lesz több killem, de azért mindig hatékonyan bele tudtunk szólni a csatába és segíteni a srácoknak. Ha már csak egy kigyújtás, már megálloltani, már attól le fog lassulni. Srácok, ezt a partit lehoztuk, ez ennyi volt, remélem, hogy függetlenül Lichénus egy replay csata volt, remélem, hogy ez nektek így tetszett. Lesz még ilyen replay csatám, hogyha olyan jobbat, jobb meccset fogok futni, de viszont itt esetlegesen buzdítanálak benneteket arra, hogy a csatornámon találtok linket, nem linket, e-mail címet, ahova esetlegesen tudnátok nekem replay csatákat küldeni, amikor ilyen jobb meccseket mentetek. Arra kérlek benneteket, hogy ne egyetlen egy csatát küldjetek, hanem küldjetek kettőt, hármat, hogy lássam azt is, hogy nagyjából mit tudtok azzal az adott tankkal menni, hogy játszatok. Most lehet, hogy volt egy 10 kill-es csatátok, de mondjuk a többi az csak egyből kilőttek benneteket, vagy egy-két kill-etek volt. Tehát igazából próbáljátok meg nekem párat küldeni, mert hogyha én ezt érdemesnek találom, akkor tudok belőle egy replay-t csinálni, egy replay felkommentálásos videót. Próbáljuk ki ezt, ilyen még nem volt a csatornán, nézzük meg. Nem ígérem azt, hogy mindegyikből lesz videó, ezt szeretném én magam eldönteni, hogy alkalmas-e arra az a csata, vagy azok a csaták. Ebből nem szeretném, hogyha később ilyen sértődés lenne, hogy 5 percre én nem kerültem fel a csatornádra. Ez csak egy lehetőség, ha én úgy ítélem meg egyénileg, hogy az alkalmasra, akkor szerintem föl fogom tenni. Semmi nem gátol meg abba, semmilyen technikai feltétel, hogy ne tudjak belőle replay videót csinálni. Srácok, ez a videó ez ennyi lett volna. Most egy kis időre el fogok tűnni, lesz egy jó pár nap, amikor nem vagyok itthon. Addig nézegessétek a régi videóimat, remélem, hogy ezen is jól szórakoztatok, és a régiek is eddig tetszettek. Jönni fognak az új videók, buzdítalak benneteket arra, hogy játszatok a War Thunderrel. Arcra fel, srácok, találkozunk a csatamezőn, szevasztok!